Szép jó estét kívánok mindenkinek, pontosabban déjtenes módra jó reggelt. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a One World, One Beauty szeminárium, webinárium, egy tréning megfelelő részaráhúzandó ma esti bemutatóján. A 2020. július 27-e és Olga napja van, úgyhogy kérem ne felejtsétek el Olga nevű ismerőseiteket, barátnőiteket felköszönteni. Nagyon örülök, hogy a mai napon két ilyen remek erőadót sikerült, ha nem értitek félre, becserkészni. Ezt a mai estét a Cérna házas pár sajátította ki magának. Azt mondták, hogy ők már nagyon unják ott lenne a Balatonon a vitorlázást, a napozást és a borozást, és mindenképpen szeretnének egy webinárt tartani és megosztani veletek azt a tudást, amit az évek során felhalmoztak. Úgyhogy olyan nagy volt a nem tudom már mi volt, hogy belekeveredtem ebbe a mondatba, de az elvárás is nagy a részünkről, így nagy örömmel adom át nem sokára a szót Cérna Tündinek, de mielőtt átadnám neki, szeretném a kedves résztvevők figyelmét felhívni, hogy nem csak azért érdemes Tündire figyelni majd a következő körülbelül egy órában, hogy a tudásunkat, tudásotokat gyarapítsátok, hanem azért is, mert a Tündi előadása után én három fogós, ravasz kérdést fogok feltenni, és a három leggyorsabb helyes választ, három remek DX-es, annyit elárulok, kozmetikai gempori termékkel fogjuk jutalmazni. Úgyhogy ahogy anyósom szokta mondani, drága fiam, korodhoz képest sokat beszélsz, nagy örömmel konferálom fel, akkor Cérna Tündit, aki párjával, Szabolcsal együtt már sok-sok éve a DX-en üzletet, jelenleg Crown Diamond szinten vannak, amely Európában, így aztán Magyarországon is a második legmagasabb üzleti szintet jelenti. És amellett, hogy üzletileg sikeresek, Tündi nem is olyan régen elvégzett egy több éves tanfolyamot, így aztán ő okleveles kozmetikus, tehát kozmetikusi végzettséget szerzett, tehát a termék, a saját termék felhasználási tapasztalaton felül nagyon komoly elméleti alapokkal is rendelkezik. Úgyhogy én tényleg nagyon várom Tündinek az előadását, amellett, hogy én ezt már angolul hallottam, de nagyon kíváncsi vagyok a magyar szófordulatokra is, úgyhogy kedves Tündi, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Józsi, ezt a felvezetést. És nagyon-nagyon vártam ezt a mai napot, mert hát ugye július 27-e van, Olga napja, és hát az idő múlott, ez a hetedik webinár, amit a témában tartok, és tényleg nagyon vártam, hogy végre magyarul mondhassam el nektek mindazt, amit tudok, ne tolmáccsal, és annyi idő legyen rá, amennyit szeretnék. Természetesen igyekezni fogok, nem fogom túlrabolni az időtöket, de tényleg azt gondolom, hogy ez a kedvenc termékem lett, és nagyon boldog vagyok, hogy Európában elsőként, pontosabban a világon elsőként Európában vezették be a kozmetikumokat. Óriási szerencsénk van, és amikor én 2 évvel ezelőtt ezeket a termékeket Malajziában először megláttam, akkor már akkor éreztem, hogy valami elképesztő közünk lesz egymáshoz, és én ezzel nagyon-nagyon szeretnék foglalkozni. Akkor még nem tudtam, hogy aztán veszem a bátorságot, és beiratkozom egy kozmetikus iskolába, és ez gyakorlatilag megtörtént tavaly januárban, pontosabban decemberben, de aztán januárban kezdődött csak az iskola, tehát igaziból a premier után azonnal úgy döntöttem, hogy én ezt nagyon komolyan szeretném venni, és természetesen nem vártam arra, hogy az iskolában sok mindent megtanuljak, vagy hogy sok mindent megtanuljak a kozmetikáról, a hatóanyagokról, a bőrről, hanem beleugrottam ebbe az egészbe, és elkezdtem.
Hallottok? Most igen, az előbb egy pillanatra kimerevedett. Igen, láttam, leugrottam az internetről, úgyhogy de most visszakerültem, bocsánat, köszönöm Józsi a segítséget. Na szóval, hogy azért tetszenek a termékek, mert hogy nem kell vigyázni nagyon arra, hogy mit mondunk. Ugye, amikor a ganodermáról beszélünk, meg a spirulináról, és gyógyítunk, akkor nagyon sokszor ügyelnünk kell arra, hogy hogyan használjuk a szavakat. Nagyon, nagyon szigorú szabályozás van Európában ezzel kapcsolatosan, de a kozmetikumoknál nincs ilyen. Tehát felteszem, és azonnal érzem a hatását, és amik benne vannak hatóanyagok, azok igenis tudják azt, amit mi ígérünk a vendégeknek és saját magunknak. Úgyhogy eldöntöttem, hogy a küldetés mindenkit, akinek erre van igénye, és szeretné megtudni, hogy hogyan lehet otthon tökéletesen ezekkel a termékekkel a bőrünket ápolni. No, szóval, hogy a X-en ugye választott magának ehhez egy remek partnert, és ugye mivel tudjuk, hogy a DXN piacvezető a ganoderma gyártás és forgalmazás terén, ezért és több mint 20 éves múltra tekint vissza, teljesen adta magát a dolog, hogy egy olyan partnert fog találni, vagy keresni magának, aki szintén ilyen múlttal, ilyen piacvezető trenddel rendelkezik, és tudnotok kell, hogy Koreában több mint 2000 cég foglalkozik kozmetikai termékek gyártásával és forgalmazásával, és a 2000 cég közül választotta ki a DXN azt, amelyik a legjobb, tehát a legjobbak között is a legjobbat választotta ki, és lehet, hogy segítséget kell kérjek a férjemtől, hogyha hallja, akkor legyen kedves, mert nem ugrik a kezim, mert szeretném nektek megmutatni azt a céget, akivel együtt dolgozik a DXN, de addig is mondom nektek, hogy gyakorlatilag ugye Európában mi inkább a német, a svájci, a francia, japán márkákat ismerjük, a koreaiak annyira nem voltak itt a köztudatban, de azért néhány éve megjelentek a koreai termékek, és most már aki erre igazán igényes volt és kíváncsi volt, az megtudhatta, hogy mit tudnak ezek. Egy pillanatra, most a gépem is lefagyott, és na, ez az. Szóval a cég neve, úgy hívják, hogy Nine. A 2000 cég közül ezt a partnert választotta a DXM, és mindent a minőségre tettek fel. Az alapanyagok, a csomagolás, az mind-mind a tökéletes és mind fantasztikus. Ennek a cégnek láthatjátok a honlapját, hogyha megkeresitek, kozname.com alatt található, és olyan különleges az a cég, hogy például Koreában elsőként ő vitte le a föld alá a gyártósorait, mindezt azért tette, hogy a szennyeződés, a fény, a por, tehát mindentől mentesek legyenek a termékek a gyártás során, és elképesztő robot technológiával dolgoznak, és tényleg egy olyan gyár, egy olyan high-tech gyár épült fel ott elsőként Dél-Koreában, ami egyedülálló és fantasztikus, ugye ennek utána tudtok nézni. Ez a cég nem egy brand, nem egy olyan kozmetikai gyártó cég, akinek a termékeit megtaláljátok a boltok polcain. Ez a cég a gyártással, a kutatással, a fejlesztéssel foglalkozik, megalkotja a márkáját, a külsejét, a kinézetét, a dizájnját a termékeknek, és ugye együtt dolgozik azokkal a cégekkel, akik az alapanyagokat hozzák, ugye jelesül a DXN. És ami még érdekessége a cégnek, meg a termékeknek, hogy embereken tesztelték, ez Lengyelországban zajlott, körülbelül 2 évvel ezelőtt, egy nagyon-nagyon szigorú tesztelési folyamat volt ez, tehát, hogy állatkísérletekkel nem dolgoznak, és ez szerintem szintén egy fontos szempont lehet a kozmetikumok választásánál. És még egy dolog, hogy csak és kizárólag természetes összetevőkkel dolgoznak, és szerintem ez is egy nagyon lényeges kritérium ma már,
és hát mi, akik ugye hozzászoktunk a ganodermához, a spirulinához és a többi gyógygombához, ez nálunk egy ilyen természetes velejárója ezeknek a termékeknek, és az is, hogy ezek a gyógygombák benne vannak a termékeinkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így a hölgyeknek nem is arról kell beszélni, hogy miért van szükség a kozmetikumokra, és hogy arról kell ilyen felvilágosítást tartani, hogy krémeket kell használni, hanem arról kell meggyőznünk őket, hogy ez a technológia, amivel gyártották, és erről fog beszélni, ez egyedülálló és világszabadalom. Beszélni kell a helyes bőreápolásról, amit otthon végeznek majd a hölgyek, és kell beszélni arról, hogy milyen elképesztő összetevői vannak a termékeinknek. Tehát igaziból ez a saját tapasztalatodon fog múlni, azon, hogy elkezded használni, és tudsz róla beszélni, pontosan úgy, mint ahogy annak idején Kocsó Laci, amikor elindította Európába a DX-en, akkor ugye volt ez a 3 hónap a kávéval, ez a program, hát ez gyakorlatilag ugyanerről szól, el kell kezdeni használni, egy kúraszerűen, és meg fogjátok látni, hogy elképesztő dolgokat tud művelni a bőrünkön, és rá fogtok jönni ti is arra, hogy ez tényleg ez nem a, hogy is mondja Laci, nem a mókusvakítás része, de tényleg ezek a világ egyik legjobb termékei. Na, úgyhogy arra gondoltam, hogy kezdjük az alapoknál, mert hogy erre ugye nagyon sok időnk nem lesz, de mégis egy picit beszéljünk a bőrről, hogy mi a szerepe. Azt biztosan tudjátok így iskolai órákról, iskolai élményekből, hogy a legnagyobb tömegű szervünk a bőr. A testtömegünknek több mint 20%-át alkotja, tehát egy elég nagy terület. A vastagsága 1-3 vagy 1-5 mm, tehát elég vékony, nagyon kell rá vigyáznunk. És a legvékonyabb az a szemhéjadon van, tehát itt van a legvékonyabb bőr a testeden. Erről még külön fogok beszélni, hogy ezt a nagyon vékony bőrt, ezt a szemhéjat és a szemkörnyékét miért kell ápolnunk, és a legvastagabb a háti részen. Még egy érdekesség, hogy talán észrevettétek, hogy picit a férfiak, mintha másképp öregednének, és az ide tartozik ehhez a bőr részhez, hogy ugyanolyan korú fiú, meg egy hölgy, valahogy egy hölgyek, mint egy picikét másképp ráncosodnának, nem is ráncokat mondok, barázdás lenne az arcuk. Hát ennek csak egyetlen egy oka van, hogy a fiúknak egy picikét vastagabb az arcukon a bőr, valakinek még vastagabb, de az a lényeg, hogy ők is öregednek, úgyhogy semmi probléma nincsen ezzel, nekik is szükségük van egyébként a bőrápolásra, és erről is fogok beszélni. De mi hölgyek, és gondolom most inkább hölgyek vannak itt a webkonfin, nekünk azért erre nagyon kell ügyelnünk, mondom, a szemhéjunkra, és az, ami kilóg a ruhából, ugye kilóg a kezünk, a karunk, az arcunk, a nyakunk, a dekoltázsunk, és ha már így hadonászok, akkor hadd mutassam meg nektek a körmeiteket, hogy hogyan lehet igazán elkötelezetté válni. Hát túl azon, hogy használd a termékeket, én például a Miracle és a Gem Purina-nak a színeivel lakoztatom a körmeimet, mert hogy egyébként rá szoktak kérdezni, hogy hú, milyen szép színes a körmed, és hogy miért pont ezek a színek, na és már is ott vagyunk, hogy beszélek a kozmetikumokról. Na, szóval, hogy nézzük, milyen szerepe van még a bőrnek. Van egy védő szerepe. Ugye ez a mechanikai hatásoktól véd bennünket, a fény, meg az időjárástól, vegyi hatások, kórokozók, stb. Ezeket így biztos tudjátok, csak átfutunk rajta. Aztán van a kiválasztó szerepe. Ugye a vesén kívül a bőr az, ami segít a verejtékmirigyeken keresztül a salakanyagok gyorsabb eltávolításához. A bőrünkön nagyon sok ilyen mirigy található, úgyhogy segítenünk kell neki, hogy ez a méregtelenítési folyamat jól tudjon működni. Aztán van a hőszabályozó, ugye a melegben a hám szárazabbá válik, ilyenkor gondoskodnunk kell, hogy a hidratálásról, hidegben meg ez a zsír, ez a lipoid köpeny, ami a bőrünket védi, az segít ebben a hőszabályozásban. Aztán van a kiválasztó, vagy bocsánat, a légző, ugye a légzőszerep, bőrlégzés útján ugye a sejtek oxigénhez jutnak, aztán van az érzőszerep, ugye a fájdalmat, itt eléggé érezzük a bőrünkön, hogyha valami történik velünk, és
Persze függ ez az embernek a fájdalom küszöbétől is, de ugye itt, hogyha megharcoljuk, megdörzsöljük, az egy eléggé fájdalmas dolog. És akkor van a felszívó szerep, és ez lesz igazán majd érdekes a krémeknél, hogy a különböző hatóanyagok és a különböző anyagok, amiket itt majd meg fogok nektek mutatni, ezek hogyan tudnak bejutni a bőrbe. És nem kell majd félni a különböző anyagoktól, mert mindegyik tökéletesen el fog jutni oda, ahol annak szerepe van. Egyébként azért, hogy ez a hat szerep tökéletesen tudjon működni a szervezetedben, nagyon sokat tehetsz. Nem csak a kozmetikumokkal, hanem azzal is, hogy például ganodermát szedsz, hogy spirulinát szedsz. Erről fogok beszélni, mert a hatóanyagoknál ez fontos. És az, hogy nagyon sok vizet iszol. Szóval az, hogy a bőröd hidratálta vagy nem, az nem csak a kozmetikumokon fog múlni, hanem azon, hogy iszol-e elegendő vizet. És mindenféleképpen szükséged van egy másfél-két liter vízre, amit naponta megiszol. Ez a minimum, hogy fel tudjanak töltődni a sejtjeid, hogy a kis barázdákban lévő sejtek is megduzzadjanak, és vízzel telve hidratált legyen, és szép legyen a bőröd. Úgyhogy ez az első tanulság ma estére mindenképpen, hogy eleget kell innotok. Nézzük azt, hogy mik a bőrápolás helyes sorrendje. Ezt szerintem tudjátok, de mégis el fogom mondani, és mindjárt elmondom, hogy miért töltök ezzel egy kicsivel több időt. Az első ugye az arctisztítás, ezt valamilyen tisztítóval és tonikkal végezzük. Aztán a következő az a peeling, vagy más néven hámlasztás, de úgy is ismerős lehet nektek, hogy bőrradír. Aztán a következő a maszk használata, utána van a hatóanyagbevitel, ami a termékeink, a mi termékcsaládjaink esetén a szérum és az alga kivonat lesz. Aztán hidratálás, szemkörnyékápolás és az UV-védelem. A peelingre egy pillanatra visszatérek, a DXM kínálatában Magyarországon nincs, de egyébként Malajziában, de ide hozzánk legközelebb, ha jól tudom, mármint a közelséget értem, hogy jól tudom-e, Dubajban biztosan lehet kapni peelinget, papajás peelinget. Elképesztő jó hatása van ennek a papaja enzimnek, a papajának az enzimének, és nagyon-nagyon szépen oldja az elhalt hámsejteket. Na de amíg ez nem érkezik meg hozzánk, ez ügyben egyébként vállalok egy kis segítséget, hogy megfelelő helyekre eljutassam ezt a kérést. Eddig minden országban elmondtam, remélem, hogy aztán meghallgattatik ez a dolog, mert hogy fontos a bőrápolásnak egy nagyon fontos lépése, hogy hámlasszuk legalább hetente egy alkalommal, de inkább ez is lehet ugyanúgy, mint a maszkot, akár kétszer is, hogyha valakinek olyan a bőre, hogy szüksége van rá. Tehát fontos, hogy eltávolítsuk az elhalt hámsejteket, mert hogy ugyanúgy, mint ahogy a női ciklus, a hold, 21 naponta megújul a bőrünk, és ezt segítenünk kell, hogy minél gyorsabban, amik már nem odavalók, azokat eltüntessük az arcunkról, és ezzel is segítsük a hatóanyagoknak a bőrbe juttatását. Szóval én azt gondolom, hogy sokan tisztában vagytok ezzel, hogy az arctisztítás az egy tisztítóval és egy tonikkal kezdődik, aztán utána jönnek a krémezések, stb. Mert ez az egész arcápolásnak ez az alfája és az omegája. Én mégis azt látom, hogy nagyon sokan ezeket a lépéseket így szeretnék megspórolni, hogy így hát jó lesz az vízzel letisztítani, vagy hát úgy is sminkelem magam, és akkor a sminkeltávolítóval majd jól megtisztítom az arcomat. Szóval, hogy a sminkeltávolítás az nem egyenlő az arctisztítással, és ezt tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos. És fontos az is, hogy ne csak letisztítsuk valamilyen tisztítóval, ugye a termékeink közül, hanem tonikkal is ápoljuk a bőrünket. Én a bemutatókon meg szoktam kérdezni, hogy ki milyen tisztítót és tonikot használnak, és ha valaki már micellás vizet mond, akkor annak örülök, de képzeljétek el, hogy olyan 10 emberből 2 az, aki igazán az arctisztítás. Tehát ezeket a lépéseket, amiket itt elmondtam nektek, ezekre komolyan odafigyel. Mert hogy, és azt is látom a bemutatókon, hogy elsőként úgy nyúlnak a krémekhez, mert hogy jó, úgy érzik, hogy tényleg jó volt a bőrüknek, és de nem a krém, nem igazán a krém a lényeg, a hidratáló krémek lényegek majd itt
a bőrápolási folyamatban, hanem az egész, a tisztítás, a tonizálás, a hatóanyagbevitel, stb. Stb. Tehát ezek mind fontos lépések lesznek. És a hatóanyagra is szeretnék egy pillanatra visszatérni, hogy ez miért külön téma. Biztosan voltatok már kozmetikusnál, és a kozmetikus egy a tisztítás, peeling, lehet, hogy maszkot is, vagy valamilyen ilyen hatóanyag maszkot tett az arcodra, de lehet, hogy nem tudtad, hogy ez miért történik. Na, ezek mindig koncentráltan, ugye a mi esetünkben szérum és eszencia, tehát, hogy koncentráltan tartalmazzák azokat a hatóanyagokat, amik a termékeinkben benne vannak. És hogy igazából ez lesz a lényeg, tehát ettől lesz igazán szép, és egészséges, és sugárzó, és rugalmas, és sima a bőröd. A hidratáló krém is fontos, mert az lesz az áróakkordja ennek az egész bőrápolási folyamatnak, de ez a középső része, amiről majd fogok nektek beszélni, ez éppen olyan fontos. És akkor nyilván a szemkörnyékápolás is fontos, és még egy dologról el szoktunk feledkezni, ez a UV védelem. És annyira jó, hogy a DXN gondoskodott arról, hogy van egy olyan termékünk, ami egyébként 50-es fényvédőfaktorú, és egyébként használható úgy is, mint egy hidratáló krém, szóval, hogy ez így nagyon-nagyon rendben van ez a sor a Miraculnél is, és a Gem Purinál is. És hogy ugye a hatóanyagokra még egy pillanatra visszatérve, ugye olyan fantasztikus hatóanyagaink vannak, most ne is a ganodermáról, meg a spiruláról beszéljünk, mert azt mindenki ismeri, aki itt van, de hogy a hialuronsav, a kollagén, a különböző tengeri algák, ezekről fogok is beszélni, hogy miért annyira fontosak. Ezek olyan szuper anti-aging hatóanyagok, amikre igazán szükséged lesz a bőrápolás során, és tényleg egy nagyon-nagyon... hát úgy mondom, mert ez így érthető, hogy az öregedés gátló folyamatokat nagyon-nagyon szépen megállítja, lelassítja, és amikor tudod, amikor benézel a tükörbe, és azt látod, hogy azt a mindenit, de jól nézek ki, akkor egész más leszel belülről, hogy sugárzol, és azt fogod mondani, hogy na, ma igazán jól nézek ki, és ezt észre fogják venni, és meg fogják kérdezni, hogy úristen, mit csináltál magaddal, hogy ennyire jól nézel ki. Na, szóval, hogy akkor ugye volt tapasztalatnak a víz, aztán ugye ez a sor, a bőrápolás egész sora, amit most elmondtam, úgyhogy akkor szerintem már ugye az alapokat letettük, úgyhogy akkor nézzük a termékeket, hogy akkor mit is kaptunk mi a DXN-től, ami annyira fantasztikus. És akkor itt mindjárt az elején szeretném elmondani nektek, hogy a DXN kozmetikumainál nincs olyan, hogy szárazbőrűeknek, meg zsírosbőrűeknek, meg kombináltbőrűeknek valók a termékek. Ez a klasszikus úgynevezett bőrtípus meghatározás és az arra épülő termékkínálat a koreai kozmetikumoknál, jelesül ugye a mi partner cégünknél, nem így működik. Ők azt mondják, hogy van a 40 év alatti és a 40 év feletti korosztály, azoknak különböző bőrtípus jellemzői, előnyei, hátrányai vannak, és ezeket az előnyöket kell kihasználnunk, és a hátrányokat visszaszorítanunk, úgyhogy az egyensúlyba kerüljön újra a bőr, és szép legyen. És azt kell mondjam, először, amikor ezt meghallottam 2 évvel ezelőtt, egy budapesti előadás egyébként Mr. Teótól, egy férfitől, aki úgy beszél a kozmetikumokról, hogy elképesztő, mindent tud róluk, akkor arra gondoltam, hogy fú, hát azért ez egy érdekes dolog, és aztán amikor a kozmetikus suliban tanultunk a bőrtípusokról, akkor megint volt egy ilyen érzésem, hogy na hát még mindig ezt tanítják, tehát hogy tényleg megvan, és igenis, hogy azért a kozmetikus, na, és akkor úgy van a lényeg, hogy kozmetikusoknak valóban kell tudni azt, hogy milyen kezelést adnak a milyen típusokra, a milyen bőrtípusokra. És akkor bedobtam ezt a témát az egyik órán, hogy erről mi a véleményük a tanároknak, hogy korosztály, korcsoportra. És azt mondták, hogy ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, hogy ez ők is tanulják, ők is hallottak róla, ők is dolgoznak olyan termékekkel, amelyek így működnek. Úgyhogy ha
kapsz egy ilyen kérdést esetleg a barátnőttől, szomszédasszonyodtól, ismerősödtől, hogy jó, de nekem száraz a bőröm, akkor nem is érdekes, hogy száraz a bőre, tudd azt, hogy hány éves, és fogod tudni egyből, hogy melyik termékcsaládot ajánl neki, mert hiszen te nem vagy kozmetikus, nem fogod tudni bitre-bájtra megállapítani az ő bőr problémáit vagy hibáit, elég, ha tudod, hogy mennyi idős, és elég, ha és, na, és akkor itt jön a lényeg, hogy az a tapasztalatom, hogy ez a nagyon furcsa bőrtípus meghatározás teljesen működik a való életben is. Na, szóval, hogy a Gem Beauty. A Gem Beauty-ból a Gem, nem a Jam, hanem a Gem, az drága követ jelent, és ez ugye ez a mottónk is, hogy ragyog akár a gyémánt, és ez szimbólumként is megjelenik a termékeinken. Külsőleg nagyon exkluzív, nagyon tehát prémium kategóriás, mind a csomagolása, mind a dizájnja, mindene tényleg nagyon-nagyon extra. Egy különlegesség, és csak a legnagyobb kozmetikai gyártócégek gyártják így a termékeiket, hogy nem kell belenyúlni, tehát semmilyen szennyeződés kívülről nem viszel be a krémben, mert vagy pumpás, vagy nyomós, vagy pipettás, vagy nincs több variáció, tehát így kell kiszedni a termékeket vagy a hatóanyagokat a termékekből, tehát tényleg nagyon-nagyon prémium, nagyon-nagyon extra. 5 termék van egy szedben, az a tapasztalatom, én ezt szedem, tehát ez a 40 év felettieknek javasolt termékcsalád, hogy a 4-6 hónapig elegendőek a termékek, nyilván a tisztító meg a tonik fog megmaradni a legtovább, hiszen a 100 ml-es például a tonik, tehát nyilván az kicsit később fogy el, mint a 30 ml-es hatóanyagos terméke, de egyébként azt is el fogom mondani, hogyan fogod tudni kihúzni ezt a valóban 4-6 hónapot. Tehát nagyon-nagyon kevés kell belőlük, és azt, hogy azonnal hat, azt te fogod érezni, mert elkezded használni, és te magad azonnal érzed, hogy úristen, de jó lett a bőröm, hogy sima, hogy puha, hogy rugalmas. Olyan 2-3 hét után vették észre az én ismerőseim, hogy valami változás állt be a bőrömön, úgyhogy erre egy kicsit várni kell, de azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális, úgymond hatóidő, és teljesen jó, hogy így működik. És nagyon-nagyon, tehát begyűjtheted majd az elismeréseket. Ezek a termékek vannak a szedben, ugye van benne egy tisztítókrém, tonik, egy szérum, egy ampullaolaj, egy arcmegemelő hatású ampullaolaj, és egy bőrfiatalító. Ezekről még fogunk beszélni, úgyhogy menjünk tovább a technológiára, aztán pedig a hatóanyagokra. Na, én amikor először a Gem Beauty-nak a 3G-s, vagy G3, G1, G2, G3-as technológiáról hallottam, megvallom nektek őszintén, én nem értettem. Tehát, hogy tehát a mondatokat így, tehát magyarul voltak leírva, a tolmács is elmondta, és nagyon sokszor visszahallgattam, hogy értsem, hogy mi ez, úgyhogy aztán utána kellett néznem, utána kellett kérdeznem, tavaly találkoztam a koreai cégnek a trénereivel, és akkor erről egy picit úgy beszélgettünk, mert engem ez érdekelt, mert hát, hogyha ez az alapja az egésznek, akkor ezt meg kell értenem. Úgyhogy most próbálom nektek úgy elmondani, hogy ahogy azt gondolom, hogy meg fogjátok érteni, és magatokévá tudjátok tenni ezeket a technológiát. Tehát a G1, az ugye a kiváló erjesztési technológia. Na most mihez kell ez az erjesztési technológia, meg hogy miért jó ez a termékekben? Ugye a hatóanyagok azok mind természetes összetevők, és ezeket képzeljétek el, hogy fermentálással, erjesztéssel állítják elő, és ez azért hasznos, mert a fermentálás során a hatóanyagok darabjaira esnek, és ez abban fog segíteni, vagy azért lesz jó, mert amikor a krémbekerülést elkezdett bedolgozni a bőrödbe, akkor a felszívódását segíti ez az erjesztési technológia. Tehát itt ezt jegyez meg, hogy ez egy erjesztési technológia, és a felszívódást segíti a fermentálás. A következő az a G2. Na, hát ez volt a non plus ultra, ez a hidrolizált RNA, ugye ez a hidrolizált ribonukleinsav. Mit is jelent ez?
Ugye a ribonukleinsav, az, arról szintén tanultunk annak idején biológiából, ezt röviden a bőr esetén egy hírvivő molekulának nevezzük, és az lesz a szerepe, hogy ez a sejt szintjén hat, magyarul irányítja, szabályozza a bőr alkotó elemeinek a normális működését, azért, hogy ezek az összetevőid, a bőrödnek a részei normálisan működjenek, és hogy a tápanyagok be tudjanak épülni. Ez egy olyan szabadalmaztatott technológia, ahol egyébként hidrolizálják, tehát szétválasztják az alkotó elemeire ezt az emberi proteomhoz hasonló RNA-t, és ez is abban fog majd segíteni bennünket, hogy azok az elképesztő jó hatóanyagok, amik benne vannak a termékben, ugye a kollagén, a hialuronsav, a szarvasgomba, a ganoderma, a spirulina, a peptide, hogy ezek oda jussanak, ahol nekik dolguk van, és ők pontosan tudják, hogy hol lesz feladatuk a mi bőrünkbe. A G3-as technológia, az pedig a természetes gyógynövény tartósítószere. Na ez volt a legegyszerűbb számomra megjegyezni, hogy ezek azért vannak benne, mert hogy ezek akadályozzák meg, hogy megromoljanak a termékeink, tehát hogy nem fognak oxidálódni a termékek. Úgyhogy remélem, hogy de ebből a leges-leges legfontosabb ez a hidrolizált RNA, erről ez mint hatóanyag is benne van a termékben, és ennek tényleg az lesz a szerepe, mint a Miracle-nél a liposzóma technológia, hogy oda menjen a hatóanyag, ahol annak dolga van, a bőr egész mély, a harmadik rétegig be tud jutni, akinek erre szüksége van, és ott fog dolgozni, ott fogja kifejteni a hatását. Nézzük a hatóanyagokat. Kezdjük a ganodermával, mert azt ismeritek, és arról talán kevesebbet kell beszélnem. Szóval, hogy ez a leglúgosabb növény a világon, sok pozitív hatását ismeritek, biztosan szeditek is, és tudjátok, hogy mi mindenre jó, de a bőr szempontjából azt kell tudnotok, hogy bőrfiatalító hatása van, anti-aging, sejtmegújító, egy nagyon fontos antioxidáns, és ez egy nagyon fontos tulajdonsága a ganodermának. Aztán van benne spirulina, erről is ugye nagyon sok mindent tudtok, de talán azt nem, hogy a kozmetikai cégek legnépszerűbb hatóanyaga. Nézzétek majd meg, lehet, én nagyon szeretek járni, hát már régen voltam Budapesten, még a Covid előtt, de nagyon szerettem bemenni ilyen nagy kozmetikai cégeknek az üzleteibe, és nézni ott a hatóanyagokat. És nagyon sok cég használja a spirulinát, és ez nekem nagyon jó, mert hogy így könnyű róla beszélni, mert hogy általában ismerik az emberek, nem csak mint kozmetikai hatóanyag egyébként, hanem mint táplálékkiegészítő. Szóval, hogy ez is egy nagyon erős antioxidáns, hidratál, a vitaminjai révén segítik azt, hogy a kollagén termelődjön, és hogy sok termelődjön a bőrbe, a pigmentfoltokat halványítja, és bőrfiatalító és feszesítő. Én emlékszem, amikor Mr. Teo azt mondta, hogy ezekkel a termékekkel fehéríthetjük a bőrünket, körülbelül így fordították. Mondom, te úristen, hát én barna akarok lenni, meg azt akarom, hogy ilyen jó színem legyen, nem akarom, hogy fehérítsék a bőrömet, mert azóta ennek utána néztem, ezt így kell érteni, hogy azokat a foltokat, amik esetleg így a 40 év felett kezünkön, arcunkon kialakulhatna, ezeket a spirulina, ezeket a foltokat tudja halványítani, úgyhogy ha ti is szerettek jól kinézni barnát lenni, akkor ne aggódjatok, mert nem így fehérít ez a spirulina. Aztán benne van az ametiszt, ugye, ami ez a lilás ásvány, amiről egyébként a csomagolása a színét is kapta, és ez a 12 mesterkristály egyike, hogyha valaki így ebben a kristályos dologban, világban benne van. Alapvetően az ametiszt, az tisztítja a vért, oldja a stresszt, nagyon alkalmas a bőrbetegségek kezelésére, enyhíti az ekcéma tüneteit, bőrregeneráló hatása van, gyulladás csökkentő, ezért, hogyha valaki egy ilyen típusú
bőrrel rendelkezik, akkor nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert hogy az ametisztnek ilyen elképesztő jó tulajdonságai vannak. Aztán vérkeringés serkentő. Én azt tapasztaltam mindig a bemutatókon, hogy akik a Gempurit használták a bemutatón, azok ugye egy kicsit így megélénkült a színük, hogy ilyen életteli lett az arcuk, és így mondták is egymásnak, hogy ó, de jól nézel ki, hogy milyen jó színed lett. Na, hát ez az ametisztnek köszönhető, mert hogy így én nem azt mondom, hogy piros, tehát nehogy félreértsetek, hanem hogy így megtelik élettel ezzel a vérkeringés serkentő tulajdonságával. És mivel a kristályról van szó, a kristály szerkezet révén nagyon gyorsan hat, és segíti a többi hatóanyagnak a felszívódását is. Úgyhogy ez egy nagyon fontos hatóanyag. Ugye van benne ez a hidrolizált RNA, erről az előbb már beszéltem, úgyhogy nézzük a következőt, ez a nagy kedvencem, ez a szarvasbomba kivonat. Ezt egyébként más néven fekete gyémántnak is hívják, lehet, hogy így hallottatok róla. Tudnotok kell, hogy a fekete gyémánt, vagyis a szarvasgomba, az egy nagyon-nagyon ritka hatóanyag. Hát azért nem szokták beletenni a termékekbe, mert hogy elképesztő drága. Hogyha így a piacon szoktál, a jó piacokon, ahol sok mindent lehet kapni, ilyen kuriózumokat esetleg láttál, már elképesztő drága. Tehát, hogy így az étkezéssel is nagyon kevés kell belőle, nagyon markáns illata van. Viszont elképesztő finomak tőle az ételek, na éppen ilyen lesz majd a krémünk és az arcunk is, hogyha ezt a Gempurit választod majd. A fekete gyémánt az egy nagyon erős antioxidáns, nagyon erős lifting, tehát bőr megemelő hatása van, és ránctalanít. Tartalmaz omega-3 vitamint, zsírokat, fehérjéket, gazdag káliumban, foszforban, és ezek mind segítik a kollagénnek a termelését, amire nekünk ugye szükségünk van, és így fogják elősegíteni azt, hogy a kötőszöveteink ilyen feszesek legyenek. Ezt úgy is hívják egyébként, hogy természetes botox. És higgyétek el, hogy ezt a tulajdonságát, a szarvasgomba, ez eléggé bebizonyítja a bőrünkön, úgyhogy ez egy nagyon prémium, tényleg prémium kategóriás hatóanyag. Én utána néztem, hogy gyártanak-e. Tehát, hogy van olyan cég, aki szarvasgomba kivonatos terméket gyárt, és találtam is. Találtam olcsóbbat, nem mondom a nevét, egyébként is hozzá tudtok férni, és meg tudjátok nézni az interneten. Volt egy 50 milliliteres krém, az 36 ezer volt egy 30 milliliteres krém, az 28 ezer volt, és a csúcs az az Estée Lauder, na ezt kimondom, ezt is nézzétek meg. Azért mondom ki, mert hanyat vágtam magam, 122.300 forint, tehát 122.300 forintért árulja a szarvasgomba kivonatos, azaz fekete gyémántos termékét. Tehát szoktátok kérdezni, hogy szerintem milyen árkategóriában van a Gempuri. Én azt tudom nektek mondani, hogy ez egy prémium kategóriás, kimondom, tehát ez egy drága holmi, de hogy amit tud, az is elképesztő. És a bemutatókon egyébként azt is meg szoktam kérdezni a hölgyektől, hogy milyen termékeket használnak. Nem is konkrétan ezt, hanem inkább, hogy hol vásárolnak, és amikor mondják, hogy DM, vagy Rossmann, vagy Douglas, szóval, hogy így el tudom dönteni, hogy milyen hatóanyagokkal rendelkeznek a krémei, ne ezekhez hasonlítsátok, nagyon szépen kérlek benneteket, mert ezekkel nem össze, ez olyan, mint hogyha egy almát a körtével akarsz összehasonlítani, csak azonos hatóanyagú terméket, azonos hatanyagú termékkel hasonlítsatok, úgyhogy ezek a termékek, ha így nézzük, na hát az Estée Lauderhez képest nyilvánvalóan nagyon olcsó, de egyébként pedig teljesen azon az árérték arányban van, ahol ennek lennie kell a hatóanyagai, a csomagolása és minden tudása miatt. Na, nézzük még, hogy mi van benne. Van benne peptid. Van egy ismerősöm, aki amikor megtudta, hogy peptid van a termékekben, hát teljesen oda volt, hogy úristen, azonnal hozzak neki, mert hogy ő csak peptid hatóanyagú termékeket ken magára, és nagyon-nagyon boldog volt. A peptidről azt kell tudni, hogy ez egy sejtkommunikációs anyag, aminósavakból áll, nagyon-nagyon erős vízmegkötő tulajdonsággal rendelkezik. Az a feladata, hogy rugalmas legyen a bőröd,
és hogy mindegyik rétegben, tehát ne csak a felszínen, hanem mind a három rétegben egy rugalmas, hidratált bőröd legyen, és arra buzdítja a szervezetünket, én nagyon leegyszerűsítve mondom most nektek, utána olvastam, akkor ennél szebben is le van írva, egy kicsit ilyen biológikusan, meg ilyen kémikusan, de az a lényeg, hogy arra buzdít bennünket, vagy a szervezetünket, hogy a kollagén termeléssel ne álljon le, mert még szükségünk van rá, és ez így működjön a szervezetbe, és képzeljétek el, hogy a peptid képes a bőrben az izmokat ellazítani, aminek révén kisimulnak a felületi ráncok. És azért ez sem utolsó szempont, hogy erre képes a peptid. Na, úgyhogy gyorsan végignézem, igen, elmondtam mindent. Úgyhogy akkor nézzük a termékeket, hogy hogyan kell használni, mi a helyes sorrend. Ugye az első a tisztító krém, a multifunkciós mély tisztító krém. Az is egy fontos dolog, hogy az összes hatóanyag benne van, amit eddig elmondtam, és vannak benne egyébként még különböző hatóanyagok, és ezeket most nem fogom mind elmondani, és csak egyet-egyet fogok így kiemelni, mert hogy nem olyan régen, kb. Egy hónappal ezelőtt voltam konzultálni Kocsó Fodor Anikónál és Lacinál, és aztán így, hát ez egy ilyen közös ötlet volt, és megcsináltam a DXN Cosmetics kedvelő Facebook csoportját. Ez egy vonalfüggetlen, tehát bárki becsatlakozhat a csoportba, és csak és kizárólag a kozmetikumokról informálnak benneteket, és az a tervem, hogy most már azt gondolom, hogy így el tudunk oda jutni, hogy a hatóanyagokat külön kielemezzem nektek, és meg fogtok lepődni, hogy mi minden. Tehát nem csak az van benne, amit így felsorolok, ezek vannak benne a legnagyobb arányban. De van benne zöldtea, és tigrisfű, meg még majd néhány dolgot mondok is nektek, hogy mi minden. Olyan hatóanyagok vannak benne, ami így elképesztő, és ezeknek utána tudsz nézni, hogy mi mindent tudnak ezek a hatóanyagok. Na, úgyhogy mindenről nem tudok beszélni, meg nincs is rá időnk, de hogyha az abba a csoportba bejössz, akkor a hatóanyagok nagy részéről meg foglak ismertetni. Na, szóval, hogy tisztítókrém, ennek az lesz a lényege, és akkor csinálod jól a tisztítást, hogyha alaposan bevizezed a kezedet. Szóval nem csak így egy picikét így belemártod a csap alatt a kezedet, hanem tényleg jó alaposan, amikor kezet mosol, teszel egy borsónyit, babnyit, ki mennyit szeretne, ezt majd te magad kitapasztalod, és alaposan felhabosítod a kezeden, és mehet az arcodra, mind amikor így arcot mosol, a nyakadra, és még a dekoltázsra is. És mondom, akkor csinálod jól, akkor lesz hatékony, ez a tisztítás, ha így jól felhabzik, ez a zöldes, egyébként ilyen mélyzöld, nagyon kellemes illatú, tapintású, ugye a szarvasgombától egy kicsit ilyen sötét színe, meg a spirulinától, de hogy már ezzel elkezdjük egyébként a hidratálást, meg a nem csak a tisztítást, hanem a revitalizálást, és segítünk, hogy a bőrünk így megtisztuljon. Lemosni többféle módon lehet, valaki csak így simán lemossa az arcát, mint ahogyan feltette, tehát bő vízzel, valaki kis vattakoronggal, valaki kozmetikai szivacsal. Nincsenek ebben szabályok, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a nyakad, a nyakad arcod dekoltásodat is tisztíts meg, és jól habosíts fel. Na, a következő termék a tonik, ez a frissítő tonik. Ez az én kedvencem, erről megint így hosszú percekig tudnék beszélni. Ez több, mint egy tonik. Tudjátok, a tonik az egy ilyen vízszerű valami, egyébként a Miracle-nél teljesen egyértelműen látszik is, és azért fantasztikus a Gempurinak a tonikja, mert hogy nagyon sok hialuronsav van benne. Vannak benne olyan hatóanyagok, amitől egy ilyen nagyon sejmes, ilyen emulgálószerű, vagy emulziószerű anyagot kapsz, amikor kinyomod, aki használja, az úgyis tudja, hogy miről beszélek, és már ez egy hidratáló, tömény hidratáló anyag, és elképesztő jó hatással van a bőrödre, mert hogy ugye megtisztítottuk a bőrünket, ugye, és fontos az, hogy a pH-ját visszaállítsuk, és egyébként ezt a tonikkal, mert sokan kérdezik, hogy minek a tonika, nem elég, ha lemosom, nem,
nem elég, mert hogy azzal, hogy a tisztító krémmel ugye a szennyeződést, a sminkedet, a piszkot eltávolítod az arcodról, azzal megborítod egy picit a pH-ját a bőrödnek, és a tonikkal fogod újra visszabillenteni arra a pH-ra, amire a bőrnek szüksége van. Na szóval ez egy több mint egy tonik. Én úgy szoktam használni, hogy bevizezem a vattakorongot, kinyomom a felesleges vizet, kettőt pumpálok a tonikból, és akkor a homlokom, arcom, nyakam, dekoltást végig törlöm vele, és ezt nem kell lemosni természetesen, hanem ez így rajtad marad. Na ezután jön a maszk, de a maszkról külön fogok beszélni kb. 10 perc múlva, úgyhogy most nézzük a további sorrendet. A tonik után, hogyha nem használsz maszkot, akkor jön az energizáló szérum. Na ugye ez az a termék, amiben töményen, koncentráltan, a neve is a szérum, tehát benne vannak azok a hatóanyagok, amitől a bőröd igazán majd olyan lesz, amilyennek lennie kell, amiről itt az elején, amit ígértem nektek, vagy amiről így beszéltem. És ugye benne van az ametiszt, benne van a peptid, ezek mind-mind benne vannak, és hialuronsav ebbe is benne van, a kollagén, ezek mind abban segítenek, hogy a bőröd feltöltődjön, hogy hidratált legyen, hogy a kis ráncaid, a kis barázdáid kisimuljanak, és hogy ezt, ha rendszeresen használod, akkor ezt meg is fogod tapasztalni. Ugye megtisztítod az arcodat, én úgy szoktam, hogy egy pumpányit a kezemre teszek, vagy az ujjamra teszek, én általában ide szoktam tenni, ide teszem először, aztán a másikra is pumpálok, meg a másik orcámra is, és akkor innen húzom széjjel a krémet, és akkor egy picit még így a nyakra is teszek. Most nem akarok ezzel kapcsolatosan ilyen tanácsokat adni, hogy hogyan húzogasd a krémeket, az a rövid lényeg, hogy az orrtól kifele, nyaktól pedig fölfele, de ezt úgyis el fogjátok felejteni, de az a lényeg, hogy ne húzzátok, ne nyúzzátok a bőrötöket, hogy a helyes mozdulatokkal próbáljátok, vagy inkább úgy mondom, hogy finoman. De ez a szérum, ez valami elképesztő. A férjem erről nagyon sokat tudna beszélni, nem tudom, hogy fog-e, de az a lényeg, hogy ezt egyébként a gempüriszettető is használja, és elképesztő elégedett. Na, a következő, ez a másik kedvencem. Tehát ugye jól letisztítottuk az arcot, feltettük a szérumot, és akkor most jön az én személyes kedvencem, ez az megemelő ampulla olaj. Na, szóval, hogy ez argánolajat is tartalmaz. Ez egy nagyon-nagyon tápláló anyag. Az olajtól ne féljetek, az argánolajtól meg főleg nem kell félni, mert hogy elképesztő jót tesz a bőrnek, hidratálja, a száraz, fénytelen bőrt fényessé teszi, és nagyon jó állaga lesz, nagyon, nagyon fogod szeretni a saját bőrödet. Magas A és E vitamin tartalma van, rengeteg antioxidáns van benne, nagyon sok ásványi anyagot tartalmaz, és ezek mind-mind jó hatással vannak a bőrnek, de a legnagyobb hatása az argánolajnak így röviden az, hogy ez is egy hidratáló anyag, és hogy az elvesztett nedvességet pótolja. Ami még érdekes egyébként, hogy a pikkely sömörre és az ekcémára is nagyon jó az argánolaj, ebből kifolyólag, hogyha esetleg erre érzékeny a bőröd, vagy hogy, na, szóval, hogy neked van ilyen problémád, vagy a hideg ekcémát szokott lenni télen, akkor nagyon-nagyon fogod szeretni, mert nagyon jó hatással lesz rá. És még egy dolog, hogyha felteszed az arcodra, akkor most így mondom, mert ez így talán érthető, hogy egy ilyen védőréteget képez az arcodon, a nyakadon, a dekoltázsodon. Egy picit olyan fényes leszel, de ettől nem kell izgulni, hát végülis az a szlogenünk, hogy ragyog, mint a gyémánt, mert ezt fel fogja szépen szívni a bőröd, és az a védőréteg, amit addig bevittünk hatóanyagot, az ott is marad. Tehát, hogy ez így egész napra hidratál, és azt fogod érezni, és én eddig mindig ezt hiányoltam az összes kozmetikai termékbe a végszent megelőző életemben, hogy így délutánra már azt éreztem, hogy megint be kéne kenni az arcomat, hogy már így a púder alatt kiszáradt a bőröm, hogy már nem is olyan jó hozzányúlni, meg hogy már nem is olyan fincsi. Na, szóval mióta ezt az olajat használom, nincsen, tehát reggel használtam, és még mindig azt érzem, hogy ilyen nagyon-nagyon jó a bőrömre, úgyhogy ezt fogjátok nagyon szeretni. És akkor a végén a hidratáló krém, ami elképesztő jó, hogy itt megnyomod, és kibudjan egy kis darab krém, és az elég lesz az egész arcodra. Nem mondtam, hogy itt
ez egy pipettás, nagyon-nagyon érdekes kiszerelése van, hogy most nem akarom megnyomni, amikor kibudjon, tehát egyet nyomsz, tehát előzőleg nyomsz egyet itt benn, aztán elengeded, úgy, mint az orrcseppet régen emlékeztek rá, aztán kiveszed, rányomod a kezedre, és azzal azt elkened az arcodra, a szemkörnyékedre, ahol te úgy érzed, hogy így, szóval jó lenne, hogyha nem lenne ott az, ami most ott van, ott kezd, és akkor húzd mindenhova az arcodra, és akkor ugye a hidratálókrém, ebből is egy elegendő, tehát nem kell több, ne akard, mert teljesen feleslegesen teszed az arcodra, és a hidratálókrém igaziból ez a megkoronázzuk ezt a bőrápolási folyamatot, és feltesszük így a pont íre a pontot, és ezzel zárjuk, ezzel így még feltöltőbb, még hidratáltabb lesz az arcod. Még egy nagyon fontos dolog a koreai kozmetikumoknál, ez a Miracle-nál is igaz lesz, de a Gemperi-nál kifejezetten, hogy rétegelni kell. Tehát, hogy ugye elkezdjük már a tisztító krémnél, de azt lemosod, de utána jön a tonik, ez az elképesztő jó állagú és hatóanyagtartalmú tonik, és ezzel elkezded rétegelni az arcodat. Kevés kell belőle, teszed a következőt, és mindegyikből picike kell, és ezért fog kitartani 4, de inkább 6 hónapig, hogyha tényleg betartod azt, hogy keveset teszel belőle, de a teljes sort végig használod. És még egy dolog, hogy a hatóanyagokat úgy tették bele, és nem véletlenül szedbe árulták először, és én voltam a legnagyobb akarója annak, hogy ezt árulják már, ne csak szedbe, mert hogy hát nyilván előbb-utóbb elfogy, és pótolni kell, és most mindig szedet venni nem olyan jó, de hál' Isten a DXM nagyon hamar reagált erre a kérésünkre, hogy a menedzsmentnek ezúton is köszönet, de az a lényeg, hogy tényleg kevés kell belőle, rétegelt, és ez a kevés, ez így garantálom neked, hogy 6 hónapig elegendő lesz. És nyilván, hogy én már most tudom, hogy ebből fogsz a legtöbbet tenni, meg a szérumból, pedig hát ezek a legkisebb kiszerelésűek, és ezek el fognak fogyni, és majd nagyon fogod sajnálni, úgyhogy ne csináld, ne ess ebbe a hibába, keveset rétegelve, és így áll nagyon sok folyadékot. Na, úgyhogy nézzük a miráklőt. Az a jó, hogy egy nagy részét elmondtam a hatóanyagoknak. Bocsik, hogy erről ennyit beszéltem, de ez a kedvenc. Ez az elképesztő, ez a number one, szóval, hogy nagyon-nagyon jó termék, család. Na, a Miracle ugye csodát jelent, az a 40 év alattiaknak a termékcsaládja, egészen a tini gyerektől, sőt, hát nekünk van olyan üzlettársunk, csapattársunk, aki a kisgyereknek is a bőrét ezzel kente, mert hogy ilyen száraz, ekcémás volt, kiütéses volt a bőre, és majd mondom, hogy melyik kozmetikumot használta a bőrére, és melyik hatóanyag gyógyította meg így a bőrét. Szóval, hogy ez egy igazi családi csomag. Itt megtalálja a kisgyerek, a tini lány, a tini fiú, az anyuka, az apuka, mindenki megtalálja a maga termékét, és nyilván nem kell mind a 8 terméket magadra kenned, hanem kiválasztanod a tisztító meg a tonik után azt a kedvencet, amivel te hidratálni szeretnéd a bőrödet. Ez 8 termékből álló csomag, szintén 4, inkább 6 hónapig elegendő, illetve én a szemránckrémet külön is használom, mert fantasztikus. Nekem ez 8,5 hónapig volt elegendő, tehát hogy elképesztő, és hogyha csak 8 hónappal számolok meg az árával, akkor elmondom nektek, hogy 22 forintra jön ki. Tehát naponta ez a mozdulat, ez 22 forint, cserébe hialuronsav, kollagén, peptid, liposzoma technológia, mindjárt mondom, hogy minden van benne. Az azonnali hatást az fogod érezni, ugyanúgy, mint a Gemperinál, mert felteszed, és megőrülsz a saját bőrödére, hogy mennyire jó lett. És a látható változás, amikor már mások is mondják, az itt is olyan 2-3 hét, de nagyon-nagyon fogod szeretni, mert elképesztő, finom, ilyen könnyed, nagyon-nagyon jó állagú krémekről van szó. Ugye ezek a krémek, de ezekről mindjárt úgyis fogok nektek beszélni. Úgyhogy itt is nézzük a technológiát, hogy mivel varázsoltak ilyen fantasztikus szereket, vagy termékeket a DXN és a partner cége. 5 technológiával dolgozott, én ebből csak 2-t fogok nektek elmondani, mert ez a 2 az talán lényeges, a többit meg majd megosztom veletek a Facebook csoportban, és nézzük
meg majd nézzük nyilván a hatóanyagokat is. Na, szóval, hogy az egyik az a liposzóma technológia. Mi ez a liposzóma technológia? Miért érdekes? Hát ez azért érdekes, mert enélkül a hatóanyagok csak a bőrnek a felszínén maradnának meg, tehát nem tudnának behatolni a bőr mélyebb rétegeire. A liposzóma technológia a liposzómáról kapta a nevét, és ez egy forradalmian új technológia, ezt orvos kutatók fejlesztették ki. Egyébként lehet, hogy már hallottál erről a technológiáról, mert hogy most nagyon sok cég ezzel juttatja a hatóanyagokat a szervezetbe. Egy időben nagyon sok, főleg a téli szezonban ugye a C-vitamin, hogy az liposzomból technológiával készült, és hogy az mennyire jó, egyébként ez így is van, és nagyon sok kozmetikai cég használja ezt a liposzoma technológiát. Tehát nagyon sokáig kutatták, tehát ez nem a DXN-nek és a koreai cégnek a felfedezése, ezt ők is alkalmazzák, de csak a legnagyobb cégek vették át egyelőre, mert hogy hát nyilván drága, és hát fontos, hogy mit teszünk bele, mert hogy úgy képzeljétek el, mint a képen is látszik, hogy egy ilyen, de szabad szemmel nem látjuk, egy ilyen gömböcske, amiben egyébként folyadék van, de bármit tehetünk bele. Tehetünk bele vizet, kanodermát, spirulinát, kollagént, hialuronsavat, algákat, ugye DXN nagyon sok mindent tett bele, és az a lényeg, hogy ez egy ilyen szállító anyag, ami elviszi oda a hatóanyagot, ahol annak dolga van, úgy, mint ugye a Gemtulinál meséltük ezt a hidrolizált RNA-t, na hát itt ez a hidrolizált RNA, ez a liposzoma technológia. És ugye az értékes hatóanyagokat eljutatjuk, és még mit juttatunk oda? Az a másik technológia lesz, ez a peptid komplex, mert hogy a peptid, arról már ugye az előbb beszéltem, mondtam neked, hogy ez egy sejtkommunikációs anyag, és ugye a legnagyobb tulajdonsága az, hogy arra készíteti a szervezetünket, hogy a kollagént termelje. Egyébként ez a peptid leginkább a kollagén lebomlásával keletkezik, és ez egy ilyen körforgás. Ugye lebomlik tehát a kollagén lebomlásával keletkezik a peptid, tehát lebomlik, a szervezet ezt érzékeli, és azt mondja, hogy na akkor indulhat a kollagén termelés újra, hiszen úgymond a másodlagos anyagok megjelentek a szervezetben, úgyhogy milyen intelligens a szervezetünk, elindul ez a körforgás. Na ezt segíti ez a technológia, hogy a bőrünk minden területén, nyilván nem csak az arcunkra fog ez vonatkozni, hanem a szervezetünk többi, vagy a bőr többi részére is, beindul ez a termelés, és egy ilyen nagyon üde, nagyon friss, nagyon hidratált, ezt nagyon sokat használom, ne haragudjatok, nem tudom másképpen mondani, tehát egy ilyen nagyon üde, nagyon-nagyon jó kis hatása van ennek az összetevőnek. És akkor nézzük a többit, hogy még mi van benne. Ugye benne van a ganoderma, erről már beszéltem, a spirulina, erről is beszéltünk. Akkor nézzük a tengeri gyógynövényeket, algákat, és ezek nem ugyanazok, mint a spirulina. A tengeri gyógynövények, jelesül ugye az algák, azok mikroalgák, a kék, a vörös, a zöld és a barna, ezek a tengeri algák, ezek vannak benne a termékeinkben. Ezek biztosítják az antioxidánsokat. A bőrnek nagyon fontos B, C, E-vitamin tartalmaznak, erősen hidratálnak emiatt, tehát ez egy igazi, ezek a vitaminok egyébként is ugye a hidratációt segítik, ezt ennek is utána tudtok nézni, hogy milyen módon, és hogy milyen élelmiszerekben vannak még ezek a, milyen növényekben, meg gyümölcsökben, úgyhogy ezeket tényleg érdemes is enni, fogyasztani, meg a ganodermát, meg a spirulinát, és bőrvédők, bőrnyugtató hatásuk van ezeknek a vitaminoknak. Úgyhogy ez egy nagyon fontos ezek a tengeri algák. Aztán benne van az MMA, az a mikoszporin-szerű aminósavak. Ezt se értettem így elsőre, úgyhogy ennek is jól utána kellett nézni, hogy miért kell ez bele, hogy ez mi fog történni. Na hát ezek nyelik el az UV-sugárzást. Tehát az, hogy benne van az MMA a termékeinkben, az azt jelenti, hogy egy természetes fényvédelmet kaptak a termékek. Hogy működik ez?
úgy, hogy ezek az MMA-k, ezek a mikoporinszerű aminosavak elnyerik, tehát UV-szűrőként működnek, elnyerik az UV-sugárzást, átalakítják ártalmatlan fényé, hővé, tehát nem bontják le a sugárzást, nem szívja be a bőröd, és tudjátok, hogy mi segít az MMA-knak, hogy ez megtörténhessen? Az algák. Úgyhogy egy nagyon fontos dolog, és most mondhatnám azt, hogy ezek egyébként a cianobaktériumok, biztos hallottátok, megjelent a Balatonban, ami egyrésztről rossz, másrésztről meg jó, de pont ez a cianobaktérium, meg a tengeri algák azok, amelyek képesek elnyelni az UV-sugárzást. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos, akinek fontos a fényvédelem, és az, hogy természetes, ne kemikália legyen a termékekben, az szerintem egy nagyon-nagyon jó érv, haszonérv a termékek esetén. Aztán van benne tengeri kollagén, ugye, ami hidratál, rugalmasít, ez egy igazi ránctalanító, ez egy fontos szempont, és egy fontos hatóanyag. Van benne mélytengeri víz, na ezt se értettem, hogy miért olyan különleges ez a mélytengeri víz. És akkor így kihangsúlyozva a havai hatóság, természetes energia laboratóriumban, nem is tudom, hogyan van pontosan a mondat. Na szóval, hogy ez arra, azt kell tudnotok róla, hogy a legnagyobb kozmetikai, illetve élelmiszergyártó cégek Hawaiiról ebből az ipari komplexumból nyerik a vizet, vásárolják. Nyilván nem ami a csobog a tenger partján, hanem mély tengeri víz, és azért érdekes ez, mert nagyon magas a kálcium, a magnézium és a vas tartalma ennek a víznek, gyulladást csökkentő, hidratál, és a bőr problémákra elképesztő jó. És nagyon sok cég, tényleg a legnagyobbak innen Hawaiiról, és ez jó, ezt így kimondani, a legnagyobbak, és a DX-en is Hawaiiról hozza a termékekbe a vizet, úgyhogy ez egy jó érzés, büszke vagyok nagyon. Aztán van benne peptid, ugye erről már beszéltem, és benne van a liposzóma, ugye erről is már az előbb ejtettem szót, úgyhogy ezek az elképesztő hatanyagok mind benne vannak a termékeinkben. Na, akkor nézzük a sorrendet, a helyes sorrendet. Ugye most már tudjátok, hogy megtisztítjuk az arcunkat ezzel a tisztító habbal, úgy fogsz a legjobban, úgy akkor éred el a legnagyobb hatást, hogyha felhabzik. Ugye erről is már beszéltem nektek, ugye a Gempurinál, hogy akkor csinálod jól, hogyha megérkezett a hab. Ez egy nagyon különleges tisztító, mert akárhányszor víz ér hozzá, visszahabzik. Tehát nyugodtan masszírozhatod vele egyébként a Gempurinak a maszkjával, a tisztítókrémjével is, hogyha van időd, akkor néhány percig masszírozd a bőrödben, nagyon-nagyon kellemes lesz. Ez meg kifejezetten, és már úgy érzed, hogy na, most beitta a bőröm, kézzel egy kis vizet teszel hozzá, és újra habos lesz, úgyhogy ez egy ilyen, olyan, mint a gyertya, amit nem lehet elfújni, ez a vicces gyertya. Úgyhogy ez a tisztítója. Aztán van a tonik. Ugye a tonik az mindegyikben benne van az összes hatóanyag, amiről az előbb beszéltünk, és mindegyik liposzoma technológiával készül. Ez egy ilyen klasszikus tonik, tehát ez nem annyira szuperszónikus, mint a Gempuri, mármint hogy kinézetre, mert a tartalmában szuperszónikus, de küllemére tényleg ez egy ilyen klasszikus tonik. Amikor letisztítottad, lemostad a tisztítót, vizez be a vattádat, facsarod ki belőle a felesleges vizet, hogy ne a tonikot nyelje el, vagy szívja fel a vatta, és akkor tegyél 2-3 cseppet, majdnem azt mondtam, amennyi sikerül, ne amennyi sikerül, mert akkor sokat fogsz beletenni, hanem tényleg ilyen óvatosan, keveset, hogy jó sokáig tartson, és akkor a homlokod, az arcod, a nyakad és a dekoltás részt töröld át vele. Ugye most jönne a maszk, de most nem maszkolunk. Itt eldöntheted, hogy a szemránckrémet fogod feltenni először a bőrödre, vagy valamelyik hidratáló krémet. Én most csak azért, hogy ezt a sorrendet akkor tartsuk, akkor a szemránckrémmel jövök. Ugye azt mondtam nektek az elején, hogy a legvékonyabb a szemhéjunk, legvékonyabb ott a bőr. Nagyon vékony, nincsenek támasztó izmai. Tehát, hogy ezt mindenképpen védeni kell. Igaziból a pihentető alvás, meg a sok folyadékkal egyébként nagyon sokat tehetsz azért, hogy a szemkörnyékedben később jelenjenek meg a szarkalábak, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon érzékeny kis bőr,
amire nagyon-nagyon kell figyelnünk. És én azt javaslom neked, hogy ha este már nem is szeretnél feltenni krémet az arcodra, mert úgy érzed, hogy te olyan elvet vallasz, hogy éjszaka szellőzön a bőröd, én teljesen elfogadom ezt a véleményedet, de a szemránckrém nélkül ne feküdjél le, ugyanis ebben is van hialuronsav, kollagén és az összes többi hatóanyag, és olyan elképesztő dolgot tud veled éjszaka tenni, ami ugye hát, ha jól csinálod, akkor 7-8 órát is alszol, ha nem, akkor kicsit kevesebbet, akkor lehet, hogy több krém kell majd reggel, de az a lényeg, hogy nagyon-nagyon intenzív a hidratálása ennek a szemkörnyék ápolónak, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon ajánlom, tehát hogyha semmi más, a szemránckrémet mindenképpen este tedd magadra. Aztán jön az a hatóanyag, ami ugye a Gempurinál a szérum volt, ez a tengeri alga kivonat, tengeri alga eszencia. Na hát ebben, aki már használja, azt tudja, hogy ilyen gyöngyszerű anyagot fogsz érezni a kezedben, mert hogy ilyen gyöngyszerű anyagba tették bele azokat a hatóanyagokat, amik ugye nagyon fontosak a bőrnek, mindazt, amit eddig elmondtam, most nem sorolom fel, és az algákat is látod ebbe a zselészerű anyagban. Ez egy ilyen szuperhidratáló, mondom, ez hatóanyag tekintetében, meg hatás tekintetében olyan, mint a szérum a másik családban, és pumpás kiszerelés, nagyon érdekes, mert alulról tolja fel a pumpa a hatóanyagokat, ugye semmi nem marad az alján, hibátlanul kijön belőle minden. Azt javaslom, hogy egy pumpát egyik orca, másik pumpa másik orca, kendel az arcodon, picit így a gyöngyöknek segíthetsz is ilyen ütögető mozdulattal, hogy szét essenek, és hogy a felszívódást segítsük. Szóval, hogy a tini lányokra egy pillanatra visszatérve, meg ugye a tini lányok alatt most azt értem, amikor így ilyen 13-14 éves korban elkezdődik ez a hormonális változás, és megjelennek az első pattanások, a miteszerek, és ezt így tökre nem szereti senki, se az anyuka nem szereti, se a kislány, meg a kisfiú se. Úgyhogy azt javaslom nektek, hogy nyugodtan használják ezt a tisztítót, és ott, ahol van bőven ebből a nem kívánt bőr problémából, ott ilyen masszírozó mozdulattal tényleg így jó puhítsák fel a bőrt a homlokon, meg az orr környékén, és masszírozzák bele ezt a tisztítót, és utána tonikkal mossák le, és ennyi. Jó, tehát, hogy így nem kell semmilyen krém még, aztán majd olyan 18 éves korban már elkezdhetik, vagy, na majd beszélek arról, nem, hát elfelejtem, vagy hogyha vannak olyan tini lányok, akik elkezdenek sminkelni. Most ilyen nagyon nagy divat ez a sminkelés, akkor viszont azt javaslom, hogy a tisztítás után a CC krémet, ezt anyukák megengedhetitek a csajoknak, mert nagyon-nagyon jó. Ez egy hidratáló krém, egy CC krém, egy BB krém, egy alapozó, egy szemránc krém, tehát 5 az 1-ben krém, elképesztő, nagyon-nagyon jó hatása van, és imádni fogják a lányok. Nem, igaziból az a feladata, hogy ezt a bőrnek a hibáját, ezt ami hát esetleg van, azt elfedje, eltüntesse. Nem fogja totál elfedni, mint egy alapozó, nem kell megírni, tehát fog lélegezni a bőr, és azok a hatóanyagok, amiket az eddig felsoroltunk, ezek mind benne vannak, tehát egyben nagyon-nagyon jót teszünk is vele, ha már mégis valamit szeretne, és mondjuk így ilyen smink jön el, aztán kis szempilla, vagy kis pirosító, és már mehetnek is a csajok, de hát az idősebb hölgyek itt, tehát mi is használhatjuk ezt, és mi is tudunk ilyen szépek lenni. Na, de menjünk vissza a sorunkra, tehát ez volt a tini lányok, mert hogy most jön egy olyan krém, amit még a férfiak is használhatnak, ez az emólium krém, ez az én kedvenc krémem, ezt mindig mindenhol elmondom, hogy tényleg a családi csomagnak ez a legjobb, egyik legjobb termék. Ez 150 ml, tehát mutassatok nekem olyan céget, legyetek kedvesek, akik 150 ml-es hidratáló krémet ennyi pénzért árulnak. Nem találtok, úgyhogy meg lehet próbálni. Elképesztő jó az árérték aránya. Ezt használhatják a hölgyek, használhatják azok, akik úgy gondolják, hogy a borotválkozás után jó lesne a bőrüknek, tehát apuka is nyugodtan vegye kezelésben. Egyébként ezt csapkodós krémnek hívom, mert egy picit, ezt már jeleztük a DXN-nek annak idején, kicsit fura a
a vége, ahonnan ki kell szedni a krémet, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy kettőt csapja tenyeredbe, és akkor kend el, és tedd fel az arcodra, nyakadra, dekoltásra, a férfiak ugye arra területre, ahol borotválkoznak. Miért olyan különleges ez a krém, és akkor itt említek egy hatóanyagot, mert ektoin van benne. Az ektoinról azt kell tudni, hogy egy nagyon erős gyulladást csökkentő hatóanyag, és nagyon erősen vízmegkötő, tehát hogy igazi ilyen szuperszónikus hidratáló anyag ez is. Aztán ugye jön a hidratáló krém, amiről már beszéltem az elején, hogy nem is ez lesz a fontos, hanem az a sor, amit az előbb így végigvettünk, de természetesen mindig hidratáló krémmel zárjuk le. Ez egy ilyen nagyon könnyed, ilyen lágy krém, nagyon, nagyon fogjátok szeretni. Én azt szoktam mondani, hogy a három hidratáló krém van a Miracle-ban, döntsd el, hogy melyiket szeretnéd, ez mindenképpen legyen benne, aztán vagy ez, de szóval, hogy ez a te választásod. És hogyha ha igazán jót akarsz még magadnak, akkor természetesen a szemránckrém is jöjjön. Aztán van ugye a fényvédő, napfényvédő krém, ami szintén egy hidratáló krém is egybe, 50 faktoros a hidratáló krém, ami azt jelenti, hogy 500 percet tudsz eltölteni a napon. Egy jó tanács, hogy mivel vizes alapúak a termékek, ezért hogyha vízbe mész, mert mondjuk fürdesz, és lejön az arcodról ez a krém, akkor érdemes vissza krémezni, mert hogy úgy fejti ki a hatását. És akkor ugye volt a CC krém, amiről az előbb már beszéltem, ez a korrekciós krém, hát ezt mindenki fogja imádni. Egy színben van, de csak azért van egy színben, mert hogy ez egy olyan különleges krém, hogy a bőrödnek a színét felveszi, és gyakorlatilag kiegyenlíti azokat a bőrhibákat, amik vannak, azzal, hogy egyszínűvé válik a bőröd, de nagyon-nagyon különleges ez a CC krém, nagyon-nagyon imádom. Itt is az a lényeg, hogy rétegelni kell, tehát hogy keveset kell tenni, mindegyikből egymásra épülnek. És még egy jó tanács, vagy nem is jó tanács, hanem hogy még egy dolog, hogy azon túl, hogy rétegelsz, most elfelejtem, mit akartam mondani, hogy menjünk tovább. Jöjjenek a maszkok. A maszkok közül is elsőként a Jampuri maszk. A Jampuri maszkban benne vannak azok a hatóanyagok, amikről eddig ugye beszéltünk, és még van benne egy különleges hatóanyag. Egyébként a hatása az lesz, hogy ránctalan leszel, hogy sima lesz a bőröd, hogy hidratált leszel. Szokták kérdezni, hogy melyiket kinek ajánlom. Én azt mondom, hogy a nagyon-nagyon jó választás a Jampuri és a kakaós is akkor, hogyha te erre a hidratálásra vágysz. Ez egyébként a koreai kozmetikum napi rutinja, tehát a kozmetikumok napi rutinjaként megjelent Koreában, és onnan terjedt el aztán a világ különböző országaiba, egy néhány éve itt van Európában is, ezek a szövetmaszkok, ezek a szuper hidratálók, és ez a fátyolmaszk, amiben ugye az orr, a száj, a szemkörnyékkel ki van vágva, és teljesen illeszkedik az arcodhoz, tele van hatóanyaga, 25 ml hatóanyag van benne, nézzétek meg az üzletekbe, ha bementek, bármelyikbe, ahol lehet kozmetikumokat kapni, általában 18-20, ha valamiben 25 ml van, akkor az nagyon extra, és ez a rengeteg hatóanyag mind azért lesz, hogy a te bőrödet hidratálja, és hogy segítse. Arctisztítás után mindenféleképpen meg kell tisztítanod az arcodat, ez az én javaslatom, teszed fel a maszkot, 15-20 percig van rajtad, ez alatt kifejti ezt a hidratáló hatását, és amikor levetted, akkor én azt gondolom, hogy utána már nem kell semmit az arcodra kenni, mert annyira fogod érezni, nagyon-nagyon sok minden belekerül a bőrödbe, hogy már nem fogja igényelni, abba is hagyhatod a hidratálási folyamatot, és azt javaslom neked, hogy délután vagy este végezd el ezt a maszkolást, és utána tényleg esetleg egy szemránckrém, és feküdjél aludni, és igazából reggel fogod látni azt, hogy milyen elképesztő jó dolog történt a bőröddel. Tehát bármelyik korosztálynak, bármelyik nemnek, férfiak, nők, teljesen mindegy, és van benne egy eperfa kivonat, ami egy érdekes hatóanyag, ez kifejezetten a bőröregedést gátolja,
B1 vitamin tartalmaz, és megszépíti a bőrödet, ez is pigmentfolt halványító, és nagyon erős bőrtisztító hatása van. Jó, tehát 15-20 perc. Ja, és még egy jó tanács, hogy utána el ne dob, ezek egyszer használatos maszkok ugyan, de annyi folyadék marad még az acskóban, hogy két dolgot tehetsz. Egy, az összes folyadékot a kezeddel még így kisimítod, és ráteszed az arcodra, a nyakadra, a dekoltásodra, ahol úgy érzed, hogy szüksége van a bőrödnek a hidratálása, vagy én azt szoktam csinálni, hogy visszahajtom a maszkot, visszateszem az acsiba, mindegy, hogy bontott vagy bontatlan állapotban van, mindig fektetve tároljátok, tehát visszateszed, és egy pár nap múlva újra fel tudod tenni. Sőt, akkor hármat is tudsz vele csinálni, miután másodszorra is feltetted, még mindig marad benne annyi hatóanyag. Én van úgy, hogy este a tisztítás után ezzel a most már elég csúnyán kinéző darab szövettel átkenem az arcomat, és új, ilyen nagyon szuperhidratáltnak érzem. Úgyhogy nagyon-nagyon jó. Aztán a következő az a teafa maszk. A teafa maszk az inkább a gempüri és a kakaó az a hidratált bőrér lesz. A teafa, mivel teafa van benne, propolisz és hamamelisz, a hamamelisz ugye az a csodamogyoró, ezek ilyen nyugtató, gyulladást csökkentő, fertőtlenítő hatások, antivirális, antibakteriális hatása van. Ezt én azoknak ajánlom, és kifejezetten azoknak, akiknek valamilyen bőr problémájuk van. Tehát ez a pattanásos tini korszakban, vagy egy kicsit ilyen túl, már túl van a tini koron, de még mindig pattanásos, vagy túlreagál mogyoróra, valamilyen ételre, és akkor így kicsattan a bőr. Na, azoknak ajánlom, elképesztő jó hatása van, és ugye ezek lenyugtatják a bőrt. De emellett hidratálnak is, mert ugyanazok a hatóanyagok, amik ugye már előbb említettünk, a ganoderma, a spirulina, nem sorolom fel, ezek mind-mind-mind benne vannak, és ilyen szövet összehúzó, bőr összehúzó, frissítő hatása lesz. Nagyon fogják imádni azok, akiknek ilyen a bőrük, vagy ezt keresik. És akkor ugye a másik szuperhidratáló maszk, az a kakaómaszk, és a kakaómaszk is bármelyik korosztály számára ajánlatos, nem tudsz hibázni egyébként. Tehát ugye nyilván a Gempuriba a hatóanyagok miatt az ugye prémium, tehát árában egy picit drágább, de a kakaómaszk is pontosan ugyanazt a hidratálást fogja elérni a bőrödnél. Ez a vízháztartást szabályozza, és ugye ezeken az értékes összetevői révén ez a simító, bőrfeszesítő érzést fogod érezni. Tigrisfű kivonat is van benne, is hidrolizált kollagén, külön, egyébként extra a teafában nincsen, de a másik kettőben pedig van külön hialuronsav is pluszba. A tigrisfűről azt kell tudnotok, hogy megfiatalítja a bőrt, regenerál. A különlegessége vagy a története 30 másodpercben annyi, hogy egy ilyen cserjének, ilyen bokornak képzeljétek el, és azt vették észre, nem tudom ki, de hát ezt én így tanultam, hogy a tigris, amikor megsérül, és oda megy a bokorhoz, akkor begyógyulnak a sebei. Na, röviden ez a sztori, ezért lett aztán tigrisfű, de ez a tigrisfű, ez regenerál, kollagéntermelésre is hatása van, védi a bőrt, és a keringést is fokozza a kakaóval együtt, mert az is egy ilyen egyrészt ránctalanító, másrészt pedig ilyen pezsgő, ilyen bérkeringés fokozó hatása van. Jó, tehát arctisztítás, maszkolás, 15-20 perc, és utána már nem szükséges semmi. Egyszerűen érezd jól magad a 15-20 perc alatt, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon elégedett leszel, bármelyiket is választod. Na, szóval inkább úgy érzem, hogy most veszek először levegőt, de elnézést, hogy ilyen hosszú lettem, de még annyi mindent szerettem volna mondani, és elásra egy dolgot el is felejtettem, és még most se jutott eszembe. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Én arra kérlek benneteket, aki még nem tagja a csoportnak, jöjjön, tényleg hálózatfüggetlen, itt információadásról van szó, és hogyha meghívhatsz vásárlódat is, tényleg egész nyugodtan, mert olyan tanácsokat fogok megosztani, ami lehet, hogy a tanács miatt fog csatlakozni az üzlethez, és ha valaki kérdez, én segítek, és válaszolok, és hát ez a mindenem, úgyhogy gyertek, és tanuljatok
termékekről minél többet, és még tart az akció, úgyhogy ha valamivel sikerült kedvet csinálnom én nektek, talán a tisztítóval, a tonikkal, vagy a hatóanyagos eszenciával, akkor menjetek és vásároljatok, mert hogy kettőt kaptak egy áráért, úgyhogy elképesztő jó akció van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és de még nem menjetek sehova, mert jön az én uram néhány percben. Meg a kérdések, amivel nyerni lehet. Kedves Tündi, nagyon szépen köszönöm, köszönjük ezt a részletekben menő, tényleg minden igényt kielégítő előadást. Ugye minden előadás után van egy ilyen, ez a művelt, azt mondja, ez a takeaway message, ami nekem megragadt, és ez biztos, hogy életem végéig emlékezni fogok erre a kulcsmondatodra, a szemránckrémről beszéltél, tehát egyébként nem keltette volna fel az érdeklődésemet, hanem ez a mondat hangzik el a szemránckrémmel kapcsolatban, hogy elképesztő dolgot tud veled éjszaka tenni. Hát én már rohanok is a webshopba, hogy megrendeljem magamnak ezt a szemránckrémet, hogy valami elképesztő dolog történjen velem az éjszaka. No, de a viccet félretéve tényleg nagyon, nagyon szépen köszönjük. Óriási tudás és tapasztalat, amire szert tettél. De én mégsem ezért csatlakozok majd hozzád, hozzátok a ti csapatotokhoz, ha egyszer úgy döntök, hogy DXN tag leszek, hanem a szava hihetőségetek okán. És ez a szava hihetőség, ez onnan ered, hogy amit ti mondtok, azt úgy is teszitek. A 3,5 év alatt többször volt alkalmam veletek együtt hivatalos és nem hivatalos közegben is együtt tartózkodni, és mindig azt tapasztaltam, hogy ti 100% termékfelhasználók vagytok. Te is, Szabolcs is, Marci is, és Anett is, az egész család. És hát nem volt olyan offline vagy online előadás, tréning, képzés, amint ti nem vettetek volna részt. Úgyhogy ez büszkeség, túlzás nélkül állíthatom, hogy a DXN nem csak Magyarország, hanem Európa motorja a CERNA család. Még egyszer, Tünde, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm, sziasztok! És most akkor jöjjenek a kérdések. A kérdések, megpróbálom megosztani itt, amit meg kell osztani. Hol osztom meg? Sharing. Igen, visszaveszem a... Nem. Magamat megteszem main screen, show my main screen. Oké. Jó. Tehát, ahogy ígértem, 3 gyors kérdés lesz, 3 gyors választ várok, és 3 jutalom. Az első, ami nagyon fontos, csak magyarországi tagok vehetnek részt, tehát magyarországi tagoknak tudjuk az ajándékot kiküldeni. Az ajándék pedig nem más mind a 3 esetben, mint a jól megszokott, ha már Tündi felépítette a Gempuri termékeket, a DXN Gempuri ampulla olaj, arcmegemelő ampulla olaj. Az első kérdés az így hangzik, hol a legvékonyabb a bőrünk? Ugye a válaszokat itt jobb oldalon az van, hogy questions, megjegyzés, vagy komment, vagy jegyzet rovatba írjátok be. Tehát hol a legvékonyabb a bőrünk? Ez az előadás során elhangzott. Jönnek is már a helyes válaszok, amely helyes válasz így hangzik, hogy a szemhéjunkon a legvékonyabb a bőrünk. Ez ott a első kérdés, a helyes válasz. Második kérdés, mi a neve annak a Gempuri termékben található összetevőnek, amit gyakran fekete gyémántnak is hívunk, vagy hívnak? Tehát egy pontos összetevőre vagyunk kíváncsiak, ami a Gempuri termékben található, és amit gyakran fekete gyémántnak hívnak, vagy hívunk. A helyes válasz pedig nem más, mint a szarvasgomba. És akkor jön a harmadik kérdés, ami így hangzik, mennyi ideig hagyjuk fent a maszkot? Ugye elhangzott Tünde előadásában, nem mennyi ideig, tehát hány percig maradjon fent az a maszk arcunkon. A helyes válasz pedig így szól,
itt akár többet is elfogadunk, hát akár 15 perc, 20 vagy 15 kötőjel 20 perc. És a három nyertesnek a nevét Szabolcs előadása után fogom veletek megosztani. És akkor nagy örömmel hívom ide a képernyő elé Cérna Szabolcs Kron Diamondot, és megkérem, hogy Szabolcs, akkor oszd meg, légy szíves, a gondolataidat velünk ma este. Nagyon szépen köszönöm, hogy megoszthatom a gondolataimat, de ez egyetlen egy dolog, ami most eszembe jut, hogy imádom a feleségem. És több okból, mert ezt tudom, hogy most nem feltétlenül ennek az utolsó 15 és 20 percnek lenne a témája, de nem is lesz ez 15 és 20 perc, mert azt gondolom, hogy nem is lehet ennek az előadásnak egy véget vagy egy árnyékot szabni, úgyhogy én nagyon-nagyon rövid leszek. De az a lendület és az a hozzáállás, amit én az elmúlt 2 évben a tündérvel kapcsolatban a kozmetikumokról tapasztaltam, az hihetetlen, és talán láttátok azt a ragyogást, és ez jelenti azt, amikor valaki megtalálja önmagát, DXN-en belül is, hiszen azért nem mindig volt ez így. Mi is nagyon-nagyon sokat terveztük 5 éve, amikor Tündi ott hagyta a főállását, és azt mondtuk, hogy de jó, majd mi itt megtöbbszörözzük magunkat, és ez nem mindig úgy történt, mert ugye azért két dudás vagyunk mi egy csárdában, két nagyon erőteljes személyiség, nagyon egy nagyon erőteljes karakter, vezetők vagyunk mind a ketten, és nem olyan könnyű megtalálni egymás mellett azt a szerepet, hogy mit is csinálunk, és én hihetetlen boldog vagyok, hogy 2 évvel ezelőtt történt, és a kozmetikumok ide kerültek, mert az a lendület, az a céltudatosság, az a tulajdonosi szemlélet, ami talán bekerült ezekkel a kozmetikumokkal tűnni be, ez tényleg csoda. De egy picit nézzük azt az oldalát, amit én látok a kozmetikumokkal kapcsolatban. A kozmetikumok az üzlet az üzletben, valami hihetetlen nagy üzleti potenciál, ami itt Európában még meg sem mozdult, és talán most ezzel az akcióval kerül nagyon-nagyon sok emberhez, nagyon remélem oda a termék, de ehhez mi is kellünk. Mert önmagában az, hogy van egy akció, és van egy olyan ár most jelen pillanatban, mind a Miracle, mind a Gempuri termékeknél, ez önmagában nem fogja eljuttatni a vásárlókhoz, sőt még a DXN tagokhoz sem, hiszen a legtöbb DXN tag vásárló nem lehet üzlet emberként vagy üzlet asszonyként tekinteni a DXN tagokra, hanem igazából egy vásárló, és a vásárlókhoz nekünk vezetőknek kell eljutatni ezeket a termékeket, és ugye egy vezető attól vezető, hogy ezt promóciózza és közzéteszi, és én kérlek benneteket, akik itt vagytok, gyémántok, rubinok, vagy az fölött, hogy igenis a csoportban kell ezt népszerűsíteni, hiszen hihetetlen nagy pénz, hihetetlen nagy üzlet van a kozmetikumokban, és amit hallottátok Tünditől, tényleg olyan prémium termékek vannak a kezünkben, ami egyszerűen csoda. És azt mondta Tündi, majd lehet, hogy beszélek róla, vagy megemlítem, hogy én mit használok, vagy mit nem, de én egy évvel ezelőtt körülbelül vettem magamnak egy szintén egy Gempuri szettet, és azt mondtam, hogy én nem akarok örökké ott kuncsorogni, meg sorba állni a Tündinél, hogy mi jut, vagy mi marad, hanem vettem saját magamnak, és azóta ezeket a termékeket használom, és egyszerűen hihetetlen öröm egyébként. Ugyanazt érzem én is, hogy ilyen fiatal 30-asként pont ugyanazt adják nekem ezek a termékek, amit mondjuk az idősebb korosztálynak. Fiam most néz rám, és jót röhög itt szembe velem, de valóban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat segítenek az, hogy ezek a termékek, tehát akár a ganodermás spirulinát kívülbelül használjuk, és nagyon-nagyon hiszek a kozmetikumok erejében, nem csak kívülről, hanem testileg is. És de hogy a Józsi is megragadta egyébként a lényegét a kozmetikumoknak, hogy mire jó a szemránckrém. Azt gondolom, hogy azon kívül egyébként, hogy az éjszaka csodát művel belünk, azért nappal is, tehát láthatóan nappal is csodát művel. A másik, amiről én szeretnék beszélni, amit szintén a Tündinél látok, hiszen hihetetlen nagy öröm az így férfiként, hogy mennyi nő kerül így most a Tündi vonzás körzetébe, és ismerősök, ismeretlenek keverednek hozzánk, vagy így a közelünkbe, és ezek a
kozmetikai partik, amiket a tündi ilyen hihetetlen hangulatban elő tud adni, és hihetetlen közvetlenséggel ismerik meg a termékeket, a maszkokat, ezek a hölgyek, tényleg nem nagyon találunk olyat, aki ne rendelne, vagy ne tesztelné, vagy ne próbálná ki, vagy ne akarna ilyen jellegű kozmetikumokat. Úgyhogy én tényleg kérlek benneteket, hogy két dolog, nagyon nagy adóászok vannak most a kezünkben, még egy hétig mindenképpen, az, hogy itt vannak ezek a termékek, és tulajdonképpen 50%-os kedvezménnyel juthatsz hozzá, sőt ennél sokkal jobb, azt gondolom, hogy 100%-os ára jutsz hozzá, és kettőt kapsz belőle, mert lehetőséged van azokkal is megismertetni ezt a terméket, odajándékozni, aki kedves a szívednek, és hölgy van a közeledben. Én azt gondolom, hogy ez egy csodaszép ajándék. Tehát, hogyha bármi olyat, amit veszel magadnak, kapsz egy olyat, amit el is tudsz ajándékozni, ez hosszú távon nagyon-nagyon kifizetődő dolog lesz, hiszen én azt megtanultam az életben, hogy ha adsz, akkor nagyon sok mindent van esélyed többszörösen visszakapni. Ha nem adsz, akkor esélyed sincs, hogy valamit kapjál, és talán ez egy kicsit üzenet is a Dékszen üzletépítőknek, idézőjelbe tett üzletépítőknek, akik várják, hogy kapjanak valamit, miközben elfelejtenek adni. Úgyhogy talán ezt egy picit előtérbe lehetne helyezni, hogy igen, van lehetőségünk ajándékozni kávét, van lehetőségünk ajándékozni kozmetikumokat, és higgyétek el, hogy ennek mindig meg lesz az előnye, és mindig meg lesz az a csoda, hogy vissza fogod kapni. Én soha nem felejtem el, amikor konzultálások közepette, például a nemzetközi hálózatépítésről a Kocsó Lacival konzultálunk, és elmeséli az ő sztóriait, hogyha talál egy komoly embert, akkor nem az az első, hogy figyelj, regisztrálj be, és hol írd alá, vagy hol jelentkezz be, hanem igen, küldök neked egy termék összeállítást, teszteld le őket, és hogyha igazán elkezdesz hinni a termékekben, na akkor gyere vissza, és akkor beszélünk arról, hogy hogyan kell üzletet építeni. És ez egy óriási nagy tanulság, és ezt én egyébként leteszteltem most nemzetközi hálózatépítés alkalmával ugyanezeket a technikákat, ami nem is technika egyszerűen, hanem tényleg az adás öröme egyrészt, másrészt pedig ezek minden esetben megtérültek, sokkal nagyobb számban térültek meg, mind a hány számban, vagy amilyen számban nem. Úgyhogy én javaslom nektek, hogy kérdezzetek meg holnap után legalább, vagy akár naponta 10 hölgyet még így a maradék hátralévő egy hétben, ebben a hónapban, hogy szeretnének-e 50%-os kedvezménye, vagy két terméket kapni egy teljes áron, higgyétek el, hogy a 10 megkérdezett hölgyből biztos vagyok benne, hogy 8-9 azt fogja mondani, hogy igen, szükségem van, vagy egy maszkra, vagy egy krémre, vagy egy tisztítóra, bármire. Tehát, hogy én is, sőt, itt van a nyár, talán most jön a legvadabb időszak, hiszen a következő két hétben csodálatos vitorlázó időt mondanak, kánikulával, jó széllel, és ott van például egy olyan 50-es faktorú napfényvédőnk, amit azt gondolom, hogy tényleg érdemes mindenkinek ajánlani, főleg akkor, hogyha szabadság előtt van. És hát végezetül én is csak annyit tudok mindenkinek elmondani, hogy érdemes követni a Dixon Cosmetics kedvelők Facebook oldalát, mert nagyon-nagyon sok mindent választ kapsz. És én is például, akikkel kapcsolatba kerülök, így hölgyekkel, tehát mint potenciális jelöltként Dixon üzletre, vagy egyáltalán Dixon termékek vásárlására, az az első, hogy meghívom, és beteszem ebbe a csoportba, mert ott kap egy olyan impulzust, kap egy olyan tapasztalatot, kap egy olyan ismereted, tudást a termékekről, amiben el tudja dönteni utána, hogy igen, ezeket le fogja tesztelni. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, én ennyit szerettem volna mondani, nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen zseniális hölgy a párom, és nagyon-nagyon köszönöm ezt a tudást, amit ma este átadott mindenkinek, hiszen nagyon-nagyon sokan azon kívül, akik itt ültek, még valószínűleg meg fogják nézni ezt az előadást, és tényleg használjátok a kozmetikumokat, mert azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy potenciál van benne, mind a szépségeteket tekintve, mind pedig az üzletet tekintve. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, és visszaadom házigazdánknak, Józsinak a szót, és így utólag is szeretném megköszönni azokat a szavakat, amiket elmondott a bevezetéskor, vagy tűnzi előadása után, hogy sok sikert kívánok neked is, Józsi, és mindenkinek a kozmetikumokhoz. Sziasztok!
Köszönjük szépen, kedves Szabolcs, hogy megosztottad velem, velünk ezeket a gondolatokat, és most nézzük, hogy ki az a három nyertes, megpróbálom megosztani. Ki az a három nyertes? Akik miért nem? Akik megkapják a. Igen, fákat már látunk, de nem látom, hogy hol van a. Szerettem volna, vagy még mindig szeretném, nem adtam fel just a window. Main screen, my screen. Nem akarja. Tehát szeretném megmutatni, hogy szegény Kósáné Kovács Magda, aki nemrég halt meg, talán tegnap vagy tegnap előtt, ugye, tőle eredeztetik ezt a mondást, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Sajnos most nem tudok annak látszani, csak azt tudok maradni. Tehát az első kérdésre helyes válasz az a szemhé volt, és arra a leggyorsabb helyes választ Tünde Nagy, tehát Nagy Tünde adta. Hát itt csak másodpercek dönthettek, meg nagyon sokan adtak ugyanabban a percben helyes választ. A második helyes válasz a Szarvasgomba volt, ott Csipkai Miklós adta le a leggyorsabb helyes választ, és a harmadik pedig a 15 kötőjel 20 perc, vagy 15 perc, vagy 20 perc, itt a leggyorsabb, szintén Nagy Tünde volt. Tehát Nagy Tünde két ampulla olajat, még Csipkai Miki pedig egyet. Gratulálok mindkettejüknek, de gratulálok mindazoknak, akik helyes válaszokat adtak, illetve mindenkinek, aki a ma este folyamán részt vett. Ti mindannyian nyertesek vagytok. Egy sikeres július kívánok nektek, és hát szép estét mindenkinek. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!